Érkezett a sajtótájékoztatón egy kérdés Dejan Stankovicsról, hogy látja a te szerepedet ebben a csapatban, és azt mondta, hogy te vagy ennek a csapatnak a vezére, az ő jobb keze. Mit szólsz ehhez ez a véleményhez? Ez nagyon jól esik. Nem tudok más mondani, mert ez így most így meglepett, így kimondva szerintem ez így soha nem volt. Igazából csak próbálom meghálálni a bizalmat, most tényleg így nem találok hirtelen erre most szavakat, nyilván jól esik ez az embernek, de ez egyértelmű, hogyha lehet, próbálja a játékos tolmácsolni az edzők kérését, hogyha lehet ott a pályán gyorsan, hogyha taktikailag valamit változtatni kell. Úgyhogy nyilván koromból kifolyólag is magyar is vagyok, meg itt vagyok már azért több mint 5 éve, szerintem ezt a szerepet be is kell vállalni, de ez bárki lehet, csak valakinek el kell vállalni, az se baj, ha ezt többen végezzük a pályán, segíteni kell egymást, hogy minél jobban működjön az összhang akár egymás közt is, a stáb és a játékosok között is. Azon gondolkodtunk, hogy fejeltél-e már gólt, mert ugye arra emlékszünk, hogy távoli góljaid azok voltak, meg éppen csak becsúszók is, de fejes gólod volt-e már? Most hirtelen fejes gólt eszembe, az egyszerre a Dinamo Zágrábnak volt egy olyan fejes gól, ami hálót se ért. Szóval az biztos, hogy fejes gól volt, mert megadták. Most több fejes gólra így hirtelen nem emlékszem, de még talán korábbi fiatalabb éveimből van azért fejes gól, meg edzésen is lehet, hogy érek, de nyilván ez nagyítóval kéne keresni, hogy mikor találok be fejjel, de ez most pont így jött ki ma. És ez pont nagy gól volt, hogy jöttél erre a labdára? Hát, igazából előtte többször más feladatot kellett ellátnom, és volt már előtte olyan szituáció, hogy azt éreztem, hogy nagyon közel suhant el a fejem fölött a labda, vagy mellettem, hogyha a labdát támadom, akkor lehet az is kifizetődő lehetne, és akkor így úgy voltam vele, hogy most már rúgtunk annyi szögletet, hogy egyikből se lettünk sikeresek, vagy nem sikerült gólt elérni, hogy mi lenne, ha én is akkor most próbálnám a labdát támadni, mert talán az ritkábban szokott így lenni, még lehet nem is számít annyira az ellenfélre, és tényleg annál az egy szituációnál azt éreztem, hogy annyira szabadon tudok menni, és hogy tényleg csak arra kell figyelnem, hogy a labdával hol találkozzak, milyen ütemben, és hogy fejeljem meg, hogy ezt így viszonylag könnyen lehetett kivitelezni, meg hát egy nagyon jó beadás volt az a Buffalintól, szóval tényleg csak bele kellett úgy tennem a fejem megfelelő erővel, amennyire kell. Úgyhogy, hát igen, így elmondva amúgy egyszerű, de amikor én is így befejeltem, azért volt bennem egy olyan érzés, hogy jó, ez tényleg bement a hálóból, ahova gondoltam. Azért nem sokat gyakorlom ezt, úgyhogy... Azért több ez, mint egy gól, mert itt már a meccs vége felé jártatok, és hogyha azért ez nincs meg, és marad a 0-0, azért lehet, hogy utolsó 10 percben feszült lett volna. Szóval azért ez nagyon, nagyon kellett ez a gól az egész csapatnak. Abszolút, de készültünk is arra, és mondtuk egymásnak, hogy ne kezdjünk el kapkodni akkor se, és ne változtassuk meg a játékunkat így önkényesen a pályán azért, mert mondjuk a 70. vagy a 80. percig 0-0. Tehát ez ki volt mondva az első fél idő előtt már az öltözőbe. Tehát egy ilyen meccs lényegében készültünk, de ugye ez megint egy dolog, amikor ezt elmondja, akár az edző, akár a stáb, vagy egymásnak így megígérjük, meg más az, amikor azt érzi a játékos, hogy de valamit csinálni kéne, hogy nyerjük már meg a mérkőzést itthon. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy szerintem annyit kockáztattunk, amennyit kellett, és ezért is megérdemeltük, hogy jöjjön ez a gól, mert viszonylag kevés kockázatot vállalva, és tudtunk egyre nagyobb nyomást gyakorolni. Én úgy éreztem, hogy kontroll alatt tudtuk tartani a játékot, meg az egész meccset, és úgy tudtunk egyre nagyobb nyomást gyakorolni az ellenfélre, hogy egyre közelebb vagyunk a kapuhoz, egyre több beadás jön, egyre több szöglet van, és lényegében ezért góllá. Hát van ilyen mérkőzés, igen, amikor nem sikerül akcióból új gólt rúgni, hát a pontrugás is ugyanilyen fontos, és pont ezért jó, hogyha sokszor ott vagy az ellenfél kapuja előtt, mert ha minél több ilyen szituációd van, tudjuk milyen, amikor csúszik a labda, amikor egy védő nem úgy rúg bele, ide pattan, oda pattan, és tényleg előbb-utóbb hibázik valaki. Úgyhogy ez a csapat érdeme, hogy azért tettünk azért, és alakítottunk ki helyzetet, hogy akár ez is góllá érje. A Stankovics az még visszatérő, hogy a 15. percben kijöttél hozzá, és ott valamit meg kellett beszélni, hogy arról mit lehet tudni, hogy mit osztottál meg vele, vagy mi az, amit érzékeltél, hogy nem megy, és mit mondott ő?
Meg hogy jutott eszedbe, hogy ezt ott akkor meg kell beszélni? Mert hogy elkezdtük a mérkőzést, már a tényleg egy első-második percben láttam, hogy nincs meg az a fajta letámadásunk, amivel biztosan ki tudjuk venni az összes olyan passz lehetőségüket, amivel aztán tényleg ívelésre, vagy valami egyezésre, vagy olyanra kényszerítjük őket, amiből aztán labdát szerezhetünk. Tehát azt éreztem, hogy mindig van egy akár egy rövid passzos folytatásuk is, és hogy ennél meg sokkal jobb csapat, hogy ne passzolják meg azt az egy embert, aki ott van, és az a lényeg, hogy a fő kérés az volt, hogy középpályára hatost kivegye fel, mert a mi formációnkban ez így nem adta magát annyira egyértelműen, és láttam, amikor kinéztem, hogy ők is nagyon összedugták a fejüket az első pár percben, és szerintem ők is ezt vették észre, és vártam egy kicsit, hogy hát, ha jutnak valamire mondjuk egy 10 perc után, és akkor nekik, ha van valami ötletük, akkor én azt tolmácsolom, és nem kezdek egyénileg valamit úgymond szervezni a pályán, de az biztos volt, hogy ezen változtatni kell, mert akkor az úgy nem ült a letámadásunk. Utána jobb lett, egyre jobban átadtuk benne az irányítást, és tényleg onnantól szerintem abban menerbe terelődött a mérkőzés, talán 20. perc körül, 20-25, ahogy mi szerettük volna. Kellett ez a megbeszélés ahhoz, hogy megváltozzon a játékképe szerinted? Ez is kellett, inkább úgy mondanám.